Jó úton van a Szociáldemokrata Párt, így értékelte a vasárnapi helyhatósági választások eredményeit Marcel Ciolacu. A politikai alakulat elnöke szerint Romániának szüksége van egy erős baloldali pártra. Elemezték a helyhatósági választások eredményeit, és arra a következtetésre jutottak, hogy jó úton indult el a Szociáldemokrata Párt, mondta egy mai sajtótájékoztatón Marcel Ciolacu, az alakulat elnöke. Úgy vélte, egy erős baloldali párt Románia érdeke is, márpedig a PSD még mindig a legnagyobb párt az országban. PSD a reușit într-un timp scurt, printr-un program de reconstrucție și de modernizare. A PSD-nek egy újjászervezési és korszerűsítési programnak hála rövid idő alatt sikerült 20% körüli eredményről 30-ra növelni az eredményét. Jelenleg a Szociáldemokrata Pártnak van a legtöbb megyei tanácselnöki tisztsége, összesen 20, és a legtöbb polgármestere, mintegy 1500 településen. Úgy vélte, az egyes tisztségekbe belesavanyodott politikusokat az állampolgárok lecserélték, akár szociáldemokraták, akár liberálisok voltak, és ennek az a tanulsága, hogy a PSD-nek is nyitnia kell. Hozzátette, egy olyan folyamat indult el ezzel, ami arra enged következtetni, hogy a parlamenti választásokon sokkal jobban fognak szerepelni.